70 éves a Kecskeméti SC Széchenyi István Technikum. Ezen alkalomból szervezett gasztronómiai versenyt az iskola. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester amennyitól elmondta, ez egy olyan szakma, ami nem megy ki a divatból, ami mindig megújul, és amiben mindig új kihívásokat kell megugrani. Verseny az a mindennapi életünknek a része, és jó is az, hogyha néha meg tudjuk méretetni magunkat, és be tudjuk mutatni azt a legjobb tudást, és azt a legféltettebb kincset, amit itt az elmúlt évek során a nevelők, az oktatók, az iskola, a család és a vállalati környezet együtt-együtt plántál és növeszt egy-egy hallgató, egy-egy diák, egy-egy fiatal életében. Az esemény célja az iskolában is a gyakorlati képzőhelyeken elsajátított tudás és készségek minél teljesebb körű kreatív bemutatása. Mester László a technikum igazgatója beszédében hangsúlyozta, erre a szakmára büszkék lehetünk. Ez a verseny más, mint a hétköznapi szakmai gyakorlatok. Itt a tanulók is tanulnak, mi is tanulunk egymástól, és örülünk annak, hogy nem a megszokott dolgokat csinálhatjuk, hanem valami különlegeset. Mert ez viszi előre a gasztronómiát, hogy kitalálni valamit, megcsinálni, aztán újszön elfogyasztani, és megbeszélni. A versenyen kilenc csapat képviseltette magát három kategóriában, a szakácsoknak fő alapanyagként a kocsa mellett kellett használniuk, a cukrászoknak tányér desszertet kellett előállítaniuk kovat felhasználásával. A pincéreknek pedig kávé különlegességet és koktélt kellett készítsenek, valamint egy üvegvörös bordekantálása volt a feladatuk.